Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Megjelent a hangjas a Dash Quantum a legújabb előzeteseket hajnalban, szóval itt lenne a traileremzés, elemzés, kezdjük is a videót. Az előzetes hasonló képsorokkal kezdődik, mint az első, viszont új jeleneteket is tartalmaz. Scott érkezéséről látunk új jeleneteket a kvantumvilágba. Készülről is látunk képeket, úgy néz ki, hogy az apjára ütött, ugyanis egy cellából jön ki. Casey egyébként egy központi szereplője lesz a filmnek, ugyanis ő fogja megnyitni a kvantumvilágba az utat. Valamint van egy teória, miszerint a film fősztoria az az lesz, hogy Kang Casey-vel kapcsolatba fog alkut kötni, aki azt ígérheti Scottnak, hogy visszaadja neki azt az időt, amit nem tudott vele tölteni. Ezekre utalhatnak azok a jelenetek, amiket a régi filmekből vágnak be a trailerbe. Ezután közelebből is láthatjuk Kang kék arcát, ami azért eléggé önnéz ki. Utána hallhatjuk, hogy Janet Kangről beszél, azt mondja ugyanis, hogy képes újraírni a létezést és az összetört idővonalakat. Ez alatt a monológ alatt még azt is láthatjuk, hogy kettő egymás mellett lévő hangya találkozik, ami most én őszintén már nem tudom, hogy ez egy multiverzum variáns, vagy egy idővariáns találkozás, Janet azt is mondja, hogy nem bízhat meg benne, tehát valamennyire ismeri Kenget. Ez lehet az, amit az első előzetesben nem mondott el. Ha szemfülesek vagyunk, láthatjuk modok emberi arcát, amire vannak érdekes teóriák. Eleve egy nagyon emberi fiatalabb arcot láthatunk, mint a képregényekben ismert modok. Eredetleg a modok George Tarleton volt, bocsánat, ha nem mondom ki jól a nevét, most viszont felmerült a teória, hogy ez a modok nem más, mint Eren Cross, azaz az első film főellensége, Fullánk. Nagyon rejtélyes halála volt neki azért, láttuk, hogy gyakorlatilag megszűnt a létezése, de igazából valószínűleg csak olyan apró lehetett, mint Janet vagy Scott volt, csak ők vissza tudtak jönni. Tehát Deren oda került a kvantumvilágba, de sérüléseket szerzett, amiből a modok lehetett végül a megoldás, eleve a modok páncéja is eléggé hasonlít fulánkéra, szóval hát elképesztő lenne, hogyha tényleg egy más Deren lenne, nagyon durva lenne, nem tudom, mennyi esély van rá, de menő lenne. Itt könnyen lehet, hogy hangya valami olyan dolgot szeretne megszerezni, ami kell kengnek cserébe, mert nem hiszem, hogy keng ingyen adja neki azt az időt, amit ígért. Nyilván valami kell neki is szóval lehet, hogy valami kell neki, amit nem tud egyedül megszerezni. Itt is rengeteg hangya van, nem tudom, hogy most itt a hangyavariások kik lesznek, illúziók lesznek-e, vagy tényleg idő- vagy multiverzum variánsok lesznek-e. Ha van ötletetek, írjátok meg kommentben. Aztán újra vannak arra utalások, hogy Scott tényleg elpúcsúzik tőlünk, de nem úgy, ahogy gondoljuk, tehát, hogy meghal. Hanem tényleg visszamegy egy olyan valóságba, ahol többet tud lenni készivel. Ezek a búcsúzások és a szövegek hengnek egyértelműen erre utalnak. Most a feliratra figyeljünk. Legyen szemtanúja egy új dinasztia kezdetének, ezt írják a trélerben. Ez egyértelműen arra utal, hogy elkezdődik a Saga igazi építkezése. Hiszen a dinasztia nyilván tudja mindenki, hogy mire utal, Keng bizony elkezdi a mészárlást és kijelöli az utat a multiverzum Saga végjátékához. Ez az én hibám, mondja Casey, valószínűleg rosszul sülnek el a dolgok, mégiscsak miatta kerültek valamilyen szinten ide, szóval itt valószínűleg már rossz dolgok fognak történni a sok hangja talán az lehet, most így az elemzés végére lett egy ötletem, hogy egyszerűen megtörik az idő, vagy a multiverzum, valami ilyesmi, de tényleg nem tudom, nekem ilyen elképzelésem lehet ezzel kapcsolatban. Kang ezután azt mondja Scottnak, hogy lehet, hogy nem akarod, hogy a lányot lássa ezt. Ezután Scott meg azt, hogy nem ebben egyeztek meg, ugyanis volt egy alkujuk. Kezd tehát összeállni a kép, ugyanis valószínűleg Janetnek igaza volt, átverte Kang Scottot, tehát nem szabadott benne bízni, és igazából Scottot csak felhasználja Keng és nem akar segíteni neki. Ezután eléggé durva harc látunk, látjuk a modokat is harc közben, készít is, mint a szöcske, meg azt is, hogy Scott valószínűleg sokat kap, hát sőt nem valószínűleg, látjuk, hogy sokat, sokat kap, bár nekem van ennél a jelenetnél egy ellenvetésem, itt még sima harcok mennek, ugye? Hát sima, mennyire sima, ez is eléggé fájdalmas. Ugye a hangya ellen Keng részéről mondhatnám azt is, hogy ez egy test a test ellen harc, majd a következő életben pedig már ilyen sugarakat lő ki Keng Scottra, de nem, szerintem szóval nem is Scottra lövi ki. Tehát ö, lehet, hogy egy Keng variánsra lő Keng, vagy lehet, hogy a modokra, de nem hiszem, hogy a Marvel ilyen könnyen kinyírná Scottot, ugyanis Hogyha ezt kapná meg Scott, ezt nem hiszem, hogy kibírná, meg, meg, hát vagy nem tudom, szerintem ezt nem Scott kapja. Nos, köszönöm szépen a figyelmet, azt kell mondjam, hogy elképesztő előzetes lett, kellően jó a zene, ami fokozza a hangulatot, sokat mutat, de közben mégse, felkelti az érdeklődést, és nagyon várom a filmet, mert tényleg felkeltette az érdeklődésemet, bár elve vártam a filmet, szóval már inkább azt mondom, hogy kiépült az a hype, aminek kell egy ilyen Marvel filmnek lennie. Nem tudom, hogy mi lesz Scott sorsa. mindenki mondja, hogy meghal, én azért nem mondom biztosra. Cseles ez az előzetes, elhiteti a nézővel, hogy bármi lehet itt, azt se tudjuk mi van, de közben mégis van valami, szóval még várjunk ezekkel, és várjuk meg a februárt, ugyanis február 16-án érkezik Magyarországra a film, lehet, hogy egy nap előtte, ugye a premier előtti a Cinema City-be, lehet, hogy ennél a filmnél is be lesznek vezetve, Ö, szóval van mire várni, és igen, kemény film lesz. Nos, ennyi lett volna a videó, ez lett volna az én trailer nemzésem. Valószínűleg csütörtökön megy ki ez a videó, tehát előtte nem hiszem, hogy látjátok. Szóval holnap, azaz pénteken, LEGO Stream, a megszavazott végtelen keszítőt rakjuk ki közösen. Körülbelül 6 órákkor kezdünk, reméljük gond nélkül, és várunk mindenkit szeretettel. Ö, nem csak már vele kapcsolatos, tehát ez nem egy Marvel podcast lesz, mint a tegnapi volt, vagy pontosabban a keddi volt Dáviddal, ahol a kérdéseket ugye mindig a végén szoktunk válaszolni az utolsó fél órában, és akkor általában mindig csak már veles kapcs kapcsolatban szeretnénk kérni. Most ez egy sokkal kötetlenebb videó lesz, és ott lesz Dávid is a tervek szerint, ott lesz Kori is szerintem a háttérbe, ö, majd kialakul lesz, hogy hogy fog kinézni. De itt szerintem egy tényleg egy közvetlen beszélgetés lehet, és szabályok között, de szerintem itt mindenről fogunk beszélgetni, ami nem Marvel, vagy ami nem annyira szorosan kapcsolódik a Marvelhez, és közben legózunk, mert a maga a Marvel téma az ott lesz végig a kezemben, ha végtelen kezdjük. Szóval igen, ez egy kötetlen kis évnyitó dolog lenne, és ö, ö, igen. Ebben az évben egyébként először találkoztunk ugyanis az előző videónak a hangját Dávid vette fel, amit nagyon szépen köszönök. Neki nagy segítség volt, mert nem tudtam felvenni sajnos a hangot. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, és akkor találkozunk pénteken, addig is sziasztok. want. that?